A török líra árfolyama több mint 17%-ot zuhant hétfőn a devizapiacokon, miután Recep Tayyip Erdoğan elnök leváltott Tanácsi Akbált, a központi bank elnökét, korábbi tekintélyes pénzügyminiszterét. Akbál csupán 5 hónapig irányíthatta az ország monetáris politikáját. Csütörtökön a török jegybank a vártnál nagyobb mértékben 200 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, hogy fékezze a 15%-osra gyorsuló inflációt. A piac kedvezően fogadta a döntést, majd annál értetlenebbül Akbál leváltását. A török pénzügyminiszter közleményében tudatta, a liberális árfolyamrendszer, a fiskális politika folytatódik az árstabilitás érdekében. Erdoğan szerint ugyanis a magas kamat generálja az inflációt. Ilke Toygür, az európai ügyek elemzője, más megvilágításba helyezi a jegybank elnök leváltását. Minden török bel- vagy külpolitikai lépés a kormány hatalomban maradását szolgálja, ezért soha nem lehet tudni előre, mi fog változni. Példa erre a kilépés az isztambuli egyezményből, vagy a jegybank elnök a piac pénteki zárása utáni elmozdítása. Akbál utódának, Sáb Kavicsolónak nehéz dolga lesz, hogy visszaállítsa a jegybank hitelességét. A volt bankárt, kormánypárti törvényalkotót az Erdoğan féle alacsony kamat politikájának támogatójaként tartják számon.